A találkozások ciklus angyalfigurái arctalanságukkal válnak személytelenné. Ugyanakkor ez a titokzatosság az, ami fölhívja rájuk a figyelmet, személytelenségükben is egyedivé teszi őket. Az angyalok arcát azért nem jeleníti meg a festő, mert azokat valójában senki sem láthatja. Az első képeket a Szentendrei, Vajda Lajos Művészeti Szabadiskola tagjaként kezdtem el rajzolni, hát most már 25 éve csinálom ezt a dolgot, és ott a szenteket festettem, Madonnát, Krisztust, angyalokat, és egy időre abba hagytam ezt a témát, és most újra visszatértem ehhez a témához, és ez is érdekes dolog, ugye, hogy egy ilyen negyed évszázados megünneplése a festészetemnek a topolyai kiállítás. Képzőművészeti szempontból az ikonok képvilága és a szürrealista képzelet találkozik ezeken az alkotásokon, hangzott el a megnyitón. Schilling N. Mária képei március 26-áig láthatók Topolyán.